Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cards Hún, és a mai videóban pedig FIFA mobilozni fogunk telefonon természetesen. Múltkor kérdeztétek, hogy min játszok. Hát természetesen én is telefonon, hiszen csak ezen elérhető, meg persze tableteken. Nyomjuk, vessük bele magunkat, hiszen lassan vége a VB módnak, és hát elég sok dolgunk van még, hiszen csomó mindent megint sikerült megcsinálni. Játszottam folyamatosan napi szinten, úgyhogy egyre jobbak vagyunk, én azt látom, és most már egy nagyon komoly játékos lehet kiváltani, majd mindjárt meglátjátok, de előtte a free packet begyűjtöm, és most mindent el fogunk költeni, mert valószínűleg a VB játékmódból ez lesz az utolsó videó, úgyhogy már nem húzom nagyon tovább, mert tényleg amit lehetett, azt megcsináltam, még a Star Pass-be fogok valószínűleg fejlődni pár szintet, ezt a stadiont jó lenne kiváltani, meg esetleg a 200 000 coin, de aztán én nem hiszem, hogy végig tudok menni itt a teljes listán 75-ig, ahhoz még sokkal többet kell játszani, brutális mennyiségűt, így is minden nap tolom, mindegy. Ott a plusz 90-es free játékos, arra kíváncsi vagyok, jó lenne, ha beadna valami jót, úgyhogy már nyomok is a Collect All-ra, és akkor nézzük, hogy miket ad be, mi az a játékos, amit bead, marokkói, az már nem már jó, középpályás, igen, hát a plusz 90, az kereken 90 lett, az nem annyira jó, úgyhogy mindegy, örülünk neki, mert van 200 000 coin, az zsír, játékost elrakjuk, ez van. Most már ugye ilyen 100-as játékosok kellenének, vagy 90 teteje, hogy be tudjam rakni a kezdőbe, mert már ott tart a csapat. Nézzünk meg egy kicsit a csapatot. Kapus 95, áll Ovais, Dani Olmo 100-as, ugye azt múltkor fejlesztettük fel, úgyhogy itt a védelmet még lehetne fejleszteni, de egyébként a középpályával is nagyon meg vagyok elégedve. Igazából egész jónak mondható most már a csapat. Cserék között is tényleg csak a legjobbak vannak, 96-os alatti nincs is a cserepadon, úgyhogy, és fullos a cserepad ráadásul, úgyhogy 103-as a keret, így összességében szerintem már kifejezetten jónak mondható. Oké, én azt mondom, hogy akkor tényleg most már gyűjtsük be itt a cuccokat. Itt a stadionnál is ezeket be lehet. Azt nem tudom, hogy stadionfejlesztésre van lóvénk, az a baj, hogy igen, hogy nincsen. Akkor itt várjunk még egy picit. Menjünk vissza, és itt vannak ilyen passzok, amiket lehet nyomatni. Van a védőpassz Rüdigerrel, azt is váltsuk be, hát ha valamiért kapunk stadionosat. Ezekkel a midfield, meg attacker passzokkal nagyon-nagyon lassan lehet haladni, iszonyatosan keveset lehet beléjük nyomni, úgyhogy nem egyszerű azokat összehozni maxosra, viszont ott van a lényeg majd, a Vidic, az nagyon fontos lesz. Előtte azért kiváltanám ezeket a passzokat. Itt is egy rakat coin lesz, majd már 8 millió coinunk van, de nyíltan ugye mondtam nektek több videóban, Puskás legjobb lapjára szeretnék rámenni. Én nem hiszek magamban, hogy ezt ki lehet nyitni, vagy hogy ki tudom nyitni. Azt meg kell venni. Azt én meg fogom venni a Puskás legjobb lapját. Erre rámegyek, és adnak majd egy külön videót szentelek, hogy megnézzük milyen. Na nézzük a midfielder passzt, ebbe is csináltam párat, úgyhogy itt is be tudjuk váltani a cuccokat, nagyon jó, szuper király, és akkor a többi paszt pedig már ugye a Defendert, ezt meg is néztük, ez nagyon király. Jó, stadionra akkor ezek szerint nem nagyon van már lehetőség, esetleg itt a skill game-be. Stadion, léci, valamelyik adjon már stadionpont, nem ad egyik se stadionpontot, ez annyira zseniális. Ezt a stadiont kb. Csak ilyen online meccsekkel lehet fejleszteni, úgyhogy akkor vissza a stadionba, akkor váltsuk ki ezeket, mert bizonyos időközönként ugye lejár a visszaszámláló, és akkor ki tud váltani ezeket a cuccokat. 20 000 coin nem egy nagy dolog, de csináljátok meg, mert sok kicsi sokra meg tudjátok, jól? És ezek tényleg ingyen vannak, lehet ugye fejleszteni a stadionodat, de azt is baromi nehéz, tehát nagyon-nagyon nem egyszerű fejleszteni a stadiont, 3000, majd utána itt már 5000 stadionpont, nekem meg van 2500, tehát én ezt el is engedtem, ezt a stadionfejlesztést, de ez nagyon sokat kell hétvégén ráadásul online játszani, és ha eléggé jól megcsinálod, akkor ugye kiválthatod a Lusail stadiont is, mindegy, ez nem nekem való, de nektek sok sikert hozzá. Oké, Vidic, nagyon ki szeretném váltani, 8 nap van belőle hátra, megcsináltam 100-asra, ugye 100 darab nyerés kell skill game-nél vagy meccsnél, és akkor beadja szépen, ez kb. Minden nap játszani kell, és megvan egy 4,5 millió coin érték Vidic
101-es legenda, brutális, nagyon-nagyon jó. Úgyhogy mindenféleképpen a long helyett, a 96-os long helyett, én már rakom is be Vidicset, ez egészen elképesztő. Tehát ez a 101-es lap, mondhatni ajándék, annyit kér a játéktek, hogy játsszál minden nap, és meg fogja adni, ez így brutális, nagyon nagyot emel így a védelmünkön. Lehet akár 102-re fel is búztalam, és ő lesz a legjobb játékos a keretbe. Megcsináljuk? Amúgy meg lehetne csinálni. Mert Vidics egy darabig úgyse fog kikerülni. Hát itt pluszolgassuk csak simán. Jó, rakja be automatán a játékosokat. Kis coint ezért el fog csipegetni. Nem baj, nem baj. Fontosabb, hogy Vidics fejlődjön. Oké, 50 000-es. Búzt meg a rank up cuckkel, és akkor így már 102-es lett Vidics. Hivatalosan is a legjobbja a keretemnek, úgyhogy ez már eléggé brutti. Itt lehetne tovább fejleszteni 360-500 000 coin, na nekem ez az a szint, hogy 500 000 coin, szóval ez már azért durva, és nézzétek, hát a játékosok nagy részét bedarálja. Azért ez elég para. Úgyhogy, ettől én még óckodok egy picit. A 102 az egy korrekt boost, az szerintem jó. Oké, menjünk vissza. Menjünk vissza, mert nyomassuk itt a dolgokat még, amit lehetett. A Vidicset megcsináltuk itt, amit lehetett, megcsináltam. Nagyon jó. És akkor még vannak itt ilyen kis edzések. Én azt mondom, ezeket toljuk le, játszunk egy picit. Meccsezni nem szeretnék most, mert nagyon sokáig elhúzódik, és ezek nagyon-nagyon könnyen nyerhető meccsek. Van egy kis cheat, elindítod a meccset, lerakod a telefont, és meg fogja nyerni a gép. Meg fogja neked nyerni a gép a meccset. Úgyhogy ez egy szemét dolog, de én így csináltam. Közben néztem VB meccseket, és magától lejátszott a telefon, és megnyerte, csak be kellett lépnem. Az online meccs az már nem ilyen, a tournament mód az már nem ilyen. Ezek a alap napi meccsek, amik ilyen semmi. Igazából időégetésnek hívom. Annyira nem élvezetesek szerintem. Na lőjük ki akkor ezeket a cuccokat, lehetőleg nem eltalálva. A bábút, de azért a... Na jó, mindegy. Ez béna volt. Oké. Most a felsőre rámegyek. Mert középre nem is megy be. Azt jól rámentem a felsőre. Szóval középre... De miért oda lövi? Ezt nem is értem. Hova nyomjam? Hát akkor húzom, mint az állat. Na most lesz a jó. Na végre. Na jó, szóval menjünk tovább. Ez nem volt annyira gördülékeny, mint amit én szerettem volna. A lényeg, hogy itt van egy kis ajándék gemekkel, mindennel. A gemeket is elkölthetjük egyébként, most annyira nem tervezem gyűjtögetni őket. És van jó cucc, amire el lehet költeni, plusz 94-es játékosra, de majd megnézzük. A lényeg, hogy itt most megint ki kell lőni valamit. Oké, okay, kis csel, Dani Olmo, jó mellé pukkantottad, barátom. Vissza. Jó, egy 500-as. Az is valami. Ott a gól. Az többet ér azért a gól. Fussá. Na, de megint kilövi a táblát, és a tábla miatt nem lehet gólt lőni. Nevetséges, de megvan a végére. Jó. Oké. A többi eventet majd megcsinálom, majd megnézzük. A lényeg, hogy itt ezeket elfogadjuk. Ez nagyon jó, hiszen... Itt megkapjuk a csomagot, a hőnáhított csomagot, Star Pass Credit, minden van. És utána majd letoljuk a meccseket, megnézzük, hogy a pass nem is, tudom, talán igen fejlődött, úgyhogy az jó. A Super 1-re közelebb vagyok a stadionhoz. És akkor, ami nagyon fontos itt még, azok a program playereknél néztem, hogy itt ha elég ilyen pontot, ilyen exchange pontot váltasz be, akkor ki lehet szedni nagyon-nagyon jó játékosokat, nagyon brutális játékosokat. Viszont lehet venni ilyen cuccot, ilyen plusz 94 játékos, 2500 gemér, és lehet Lewandowskid, lehet Messid, Bappéd, Varán, ez elég durva. Nekem ez a CD csoportos tetszik nagyon, én ezt megpróbálom kiváltani. 2500, nézzük meg, hogy kit ad be, plusz 94-es játékos biztos bead. Úgyhogy az akár jó is lehet. Az jó is lehet. Mexikói. Szélső. Nem rossz. Nem rossz az. 94-es Gallardo. Jótól is messze van. Viszont egy 90-est is beadott. Hát nem volt ez annyira jó, de rossznak se nevezhető.
Sajnos azért elmaradt ez a nagy durranás. Itt ugye még több exchange pontot kellene összeszedni, ki lehessen váltani, de hát ennyi gemem nem lesz, sajnos. Ja, hát ez nagyon-nagyon sok gem. Úgyhogy ezzel nem tudunk mit csinálni. Mindegy, itt nagyon sok gemet kell elkölteni, az biztos. Jó. Viszont ezzel még azért nem végeztünk, tehát itt a main részt ezt kimaxoltuk, de várjál, nem, mert ott vannak a reward pointok, amiket ugyanúgy el lehet költeni, és az AB csoportnál mindjárt megvan az a szint, hogy 5 darab plusz 90-es játékos, az meg nagyon-nagyon jó, mert abból bármi jöhet, a call az embertelen, tehát ott megint annyi pontot kell elkölteni, hogy az embertelen, én ezt nem tudom, hogy lehet megcsinálni, nagyon-nagyon-nagyon sokat kell játszani, viszont itt már fixen ki tudunk váltani egyébként 97-es játékost, Williams-et, és az már nem rossz, de rá is tudunk menni egy Valenciára, 99-es, Adams 99, úgy szintén, viszont Pickford, 102-es kapus, de jó lenne. 38 ezer ilyen zsetonom van. Megpróbálom Pickfordot. Figyeljetek, megpróbálom Pickfordot, megnézzük. 750 ezer coin, az brutálisan jónak mondható, és marad elég Pickfordot. 18.250! Nem jó, nem jó, nem lesz elég. Várjál, lehet reklámot nézni? Nézzük már együtt reklámot. Nem lehet reklámot nézni, ne csináld. Reward point gemér, az annyira nem érős, nem megérős téma. Ezt beklémeljük. Itt nagyon jó játékost is adhat. Itt figyeljünk a bontásra, mert itt 5 darab plusz 90-es japán támadó. Mi leszel? 95-ös Asano! 95-ös, semmi olyat nem adott be, ami kezdőcsapatban is jó lenne. A franc egye meg. Na nem baj, ez a milestone, ez menő volt. Hűha! Hogy itt hogy fogjuk Pickfordot kiszedni? 18.250, meccset kell játszani, az a helyzet, hogy meccset kell játszani. Szerintem a mainnél, visszamegyünk a mainbe. Reklámot nézésért azért nem ad semmit, a meccs játszásért 750 reward pontot ad, 2 meccset is le kéne játszani? Ajajajajaj. Na jó, program token, ott mi van a program tokennél? Ott is nagyon jó plusz 90-es játékos le tudunk szedni. Az elég zsír lenne, úgyhogy ezt még megnézzük, itt még mindenféleképpen rámegyünk, beváltok egyszerre mondjuk, nem is tudom, 10-et, mondom 10-et, úgy, az 1000 point beváltás, hát ha bead valami jót, nem adott be semmi jót, akkor még mondjuk egy 6-ot, kukkantsuk meg. Na ez adja be a 90-es játékost, mert van animáció. Spanyol, szélső, ki leszel? Dani Olmo megint 99-es, de megvan Dani Olmo. El lehetne adni, talán, remélem. 99-es játékos beadott, ez nagyon jó. És még a gemet ki kellene onnan szedni, mert az a gem is nagyon jó. Az a gem is nagyon király. 9-et beváltunk, 900 pont. Léci a gemet, beadta az 1500 gemet. Ott van. Beadta az 1500 gemet, akkor nem érdekel, akkor gemekből fogjuk kiváltani. Nincs kedve meccsezni. Akkor gemekből fogjuk beváltani a reward pointot. Lehet, hogy lehet itt? Mit csinálsz? 750 gemér van coin és reward point speciálba. Ez elég jó. Ez nagyon jó. Ez kihúz minket a szarból, nem itt a szarba lennénk, mert megszerezni egy ilyen profi kapust, Pickfordot, az minden csak nem szar. Azt a mindenit, 102-es kapusunk lesz! Ólé, de jó! Ez fix ajándék, ezen nem kell izgulni, de az animáció akkor is gyönyörű. 102-es kapus, ezt már nagyon élem. Azt a mindenit, gyerekek, milyen keretünk lesz, és fel lehet boostolni 103-ra, nagyon jó. Itt a többire rámenni már esélyem nincsen, tehát elfogyott mindenem, konkrétan mindenem, de nem baj, mert nagyon jól állunk így. Itt reszetelni lehet, ezt lereszetelhetjük, volt egy ingyenes reszet, és akkor megint elkölthetünk egy rakat cuccot, pontot,
És akkor megint van esély, hogy beadja a nagyon jót. Beadta az 1500 gemet, beadta a mindenféle jó játékost. Nem, a jó játékos még nem adta be. Azt most adja be a jó játékos. Légy szí, valami jó legyél, amit be tudok rakni a csapatba, könyörgöm. Ez komoly. 90-es. Ez komoly. Jó, még a boostot ki kéne szedni, elhasználom a maradék 500-amat. Tényleg, srácok, ez az utolsó videó. Mindent lenulláztam, mindenemet lenulláztam. Nincsen semmi pontom már, mindent elköltöttem és lenulláztam. De veletek együtt teszem ezt, úgyhogy így viszont ez kellemes élmény. Hát jó. Itt tényleg mindent megcsináltunk, amit csak lehetett, én úgy érzem. Exchange-be még kiszedhetünk nagyon jó játékost, azt a végére hagytam. Próbáljuk meg, 100 pluszos játékost ki lehet szedni az exchange-be. Reward pointot is ki lehetne, de az annyira engem nem izgat. Most valami jó játékos szeretnek, és 100 pluszos játékos. Nézzük meg! Itt 90-eseket. Én annyira nyugodt szívvel pakolom be, hogy ez elképzelhetetlenül egyszerű, mert még csak nem is sajnálom őket. Onrit legenda, hagyjuk meg, Onrit meghagyjuk, de ez a Benzema, De Bruyne, hát ezek számomra egyáltalán nem fontos játékosok, sokkal jobbak vannak a keretbe. Ezeket is el lehetne adni coinért, én ezt tudom jól, de hát most 100 pluszos játékosra van esély. És az lehet 102, lehet 103, úgyhogy annyira nem vagyok én itt szomorkás hangulatban. Ezeket szépen bepakolom, iszonyat mennyiségű játékos kell ahhoz, hogy kiszedjétek. Tehát brutális, ez a coinban szerintem ez ilyen 10 millió coin, tehát, vagy még több inkább, nagyon durván. És 20 játékos kell, plusz 70-esből 20 játékos, kegyetlen sok, de megéri, mert ott van, és exchange-eljük 100 pluszos játékos, mekkora opening ez? Hát úristen, ki lesz az? Horváth? Modric? Nem biztos, nem Modric lesz, ki lesz el? Kereken 100-as Kramaric, miért nem tudsz egy picit fölé menni? Hogy miért kell pontban 100-as beadni, az nem nagyon érte meg. Jó, nem baj, figyelj, másik csoportot csináljuk a CD csoportot, muszáj még megcsinálni egy párat, mert függővé tesz ez a játékmód. Itt váltjuk be a 90-es játékosokat, megőrülsz, Mendy, hát megvettem coinért, nem baj. Nem érdekel, Quicked, azaz, ezeket a 70-eseket már nem fogom még egyszer egyesével, nem tudom miért egyesével pakoltam be. Még egy 100 pluszos játékos, gyerünk. 0 forint ráfordítással, 0 forint ráfordítással milyen kereteket lehet kihozni. Ott a 102-es Simon Kjær, nagyon beteg jó, kéne még egyet csinálni. Mit csináljunk? Várjál, A, B csoportból is lehet ilyet. Quicked? De fáj! Kiket rak be? Ez megéri nekem? Nem hiszem, hogy ez megéri nekem. Te Jézusom, kiket rak be? Azt a mindenit, a legendámat is betöri. Hát ez hülye vagyok, én ezt megcsinálom. Lajduni is. Mi? Simon Kjær, ne rak be! Hülye vagy. Ne, nem exchange-elünk többet. Jézusom, berakta volna Simon Kjært. Plusz 80-asat csináljuk meg, mi kell ahhoz? Az jó, a plusz 80-as jó. Jó, nem rak be senki olyat, aki kellene. Csináljuk meg ezt, ez nem fog semmi jót adni, hát ez nagyon gyenge, ennek semmi értelme nem volt. Hát akkor ez ennyi. Jézusom, ne, hogy berakta volna Simon Kjært. Elmebeteg. Jó, hát figyeljetek, ennyi. A 102-esnek nagyon-nagyon lehet örülni, tehát azért az nem egy ilyen béna dolog. Van 3210 gemünk, abból lehet valamit kihozni amúgy? Én most azt nem tudom. 2500, de itt viszont tudunk. Igen. Jó. Még bontunk, egyszerűen muszáj még bontani, nincs mese. Horváth, kit a 97-es, nem rossz. Figyelj, nem rossz, Messi is jött, de mi csak a pontszámokat figyeljük, csőlátás, csak pontszám. Akkor nézzük, rakjuk össze a keretet, kiszweppeljük ezt az All Ovice-t, berakjuk a 102-es kapusunkat, a 102-es kapust abban a szent pillanatban trénelem fel maxosra,
nem sajnálva a coint, majdnem 10 millió coinom volt, nem sajnálva a coint, és utána kapja a rank up itemet, nagyon jó kapus rank up item, 103-as pontszám, brutális, nem fognak neki gólt lőni, legalábbis bízok benne, aztán majd úgy is fognak. Jó, oké. Pepe, lejárt az időd, de nagyon csúnyán. Simon Kerr, jó kis védő, nagyon hibátlan, és ott lesz Simon Kerr is 103-as pontszámmal, nem hiszed el, hogy jönnek a 100 pluszos játékosok a keretbe. Ez a VB event valami császár, én nagyon-nagyon jókat tudtam ebből kiszedni, ez baromi élvezetes ez a VB-s cucc. Hát itt lengődünk már hány perc ebbe a videóba, és egymás után jönnek a jobbnál jobbak. Hát majdnem 100 pluszos a keret most már. Nagyon élem ezt a dolgot. Úgyhogy kiszedjük ezeket a gyengébb játékosokat, és be fogunk rakni ide egy Kramaricot, meg persze a Pepét is berakjuk valahova, hiszen vannak itt 96-osok, ahelyett ugye csereként egy 98-as az már nem is tűnik olyan rossznak. Még itt is van 96-os, azt is egy 97-esre, az is fejlődés, úgyhogy ez így már eléggé durva. 104-es a csapat, nagyon-nagyon komolyan fejlődik, és most már több százas játékos is van. Ott van Dani Olmo, Mbemu, ott van Beckham, Vidic, Simon Kerr, Young és Pickford. Konkrétan kevesebb a száz alatti játékos. Moffi 97-tel. Azt tűnik gyengének nekem, ez a Moffi 97-tel, nem tudunk jobbat berakni oda, ne őríts már meg. Nem. De kár. Ajaj, de kár. Hát ez is szomorú vagyok. Moffit nézzük meg, hogy nem tudjuk boostolni, mert rank up item, azaz, Moffi 98. Na. Érted. Hát azért ez már így egészen jó. Jó, figyelj, itt még tudunk valamit izélni, trénelni. Hát hogy ne tudnánk trénelni? Rommá fejlesztjük a csapatot? Nagyon komoly. Azaz, menjen a rankáp. Hát elköltöm az összes cuccot erre. Ott van McAllister 100-assal. Avila? Megkaphatja a 100-as pontszámot, Avila? Miért ne kaphatná meg? 77 ezer plusz 50 ezer coin meg a sok item. Még így is megéri. Nagyon király. Hát ez zseni. Ott a következő százas játékos. Alig van már nem százas játékos a kezdőbe. Muffy és ez a Mále, aki nem százas. Mindenki százas. 104-es a csapat. Brutális. Nagyon menő. Max Chemistry, ami a szintemhez képest ugye lehet. Wow. Köszönöm, hogy megnéztétek. Ez volt az utolsó videó a FIFA World Cup, FIFA Mobile videó sorozatból. Jó párat letoltunk, közel 50 millió a keretünk értéke, tehát ez folyamatosan változik, ez teljesen mindegy igazából. Most gyűjtögetem a coint mintálat, tehát fogok még játszani a VB-s játékmód, de csak már videó nem lesz, mert igazából mindent kiszedtem, amit lehet. Én már ebből nagyot, még egy vidicset nem szedünk ki, még egy százas játékost nem szedünk ki, exchange-elni már nem fogok. Úgyhogy egyértelmű a következő cél, hogy rámenjünk bizony a puskás ra, a 101-es puskásra, hiszen ő fogja leváltani Moffit. Az, hogy én hogy szerzek még 20 millió coint, az egy nagyon jó kérdés. Fogalmam sincs. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Legközelebb találkozunk a következő videóban. Örülök, hogy ennyire szeretitek ezeket a FIFA mobile-os videókat, mert baromi jó. Nem boldog vagyok, hogy rávettetek erre, mert ti vettetek rá, hogy játszok ezzel magamtól. Biztos, hogy nem játszottam volna. Nagyon élvezem. Köszönöm, hogy itt voltatok. Legközelebb találkozunk. Jók legyetek, jó játékot, jó VB nézést. Sziasztok!